Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Pál apostol levele a kolossi gyülekezetnek, az első fejezet 15.-16. verse. Krisztus a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden mennyen és földön, a láthatók és a láthatatlanok. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Szerető testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A felolvasott ige Jézus személyével kapcsolatban egy nagyon fontos dologra világít rá. Ma már talán nem gondolnánk, hogy ez annyira fontos, és ma már talán teljesen természetesnek vesszük, pedig valaha sorsdöntő volt ez az egy-két igevers. Hiszen arra ad választ, hogy Jézus hol van a hierarchiában? Az emberrel egy szinten, vagy felette? Az Atyával egy szinten, vagy netán alatta? Hiszen ha azt mondjuk, hogy teremtmény, teremtmények között az első, akkor az emberrel egy szinten van. És akkor az egész megváltás, az ő szenvedése, halála, sőt még feltámadása is semmit érő. Ha viszont nem teremtmény, akkor ő az Isten fia, akinek halála váltságot szerzett, és akinek feltámadása utat nyitott mindannyiunk számára a mennyek országába. És ez bizony egy nehéz kérdés, hiszen alapvetően határoz meg bennünket. Alapvetően határozza meg létünket, hitünket, életünket, minden mozzanatunkat. És a legnehezebb, talán éppen a legszebbnek tartott ünnepen mindezt egyszerre látni és elfogadni, ott karácsony szentestén. Amikor tudjuk, látjuk, ünnepeljük, hogy beleszületett ebbe a világba, ott van egy kicsi, magatehetetlen csöpség, egy kis csecsemő, és mégis valljuk, hogy általa lett minden. És még egy dologra hívja fel a figyelmet ez a mai igevers. Pontosabban egy kérdésre ad választ, ami a mai napokban, mostanában nagyon sokak számára fölmerül. Hol van az Isten? Hol láthatom meg őt? Egyáltalán láthatom-e valahol? A legegyszerűbb válasz, a Krisztusban lehet őt meglátni. A Krisztusban lehet megtalálni. És ez az, amiért oly nagyon szeretem az evangélikus templomokat. Már egy evangélikus lelkésztől ez lehet, hogy furcsán hangzik, de mégis így van. Mert ahogyan belépünk egy klasszikusan megépített evangélikus templomba, például ide a Kissomlyói templomba, ahogy belépünk az ajtón, a szemünket egyből az oltár közepére, a feszületre vezeti minden. Vagyis amint belépünk, magával a szenttel találkozunk. És erre a találkozásra oly nagy szüksége van az embernek. Pláne most, nap után. De ez a találkozás nem csak egy templomban lehetséges, hanem egy csendes órán, egy csendes imádságban otthon is. Egy gyertyát meggyújtva, közösen vagy egyedül gondolkozva az Isten igéje felett. Adja meg Isten, hogy mindig lássuk Krisztusban, hogy ő az Isten, Istennel egy lényegű, ahogy a nicéai hitvallásunk is fogalmaz, és mégis ő az én személyes megváltóm is, aki nekem, neked bűnbocsánatot és életet szerzett. Halleluja! Imádkozzunk! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.